Most üdvözlök mindenkit, én Szoboszlai János vagyok, a képzőművészet elmélet tanszék vezetője, és az előbb tartottunk egy hangpróbát, visszajeleztek, hogy hallanak engem jól, viszont most szeretném, hogyha csinálnánk egy olyat, hogy megosztok egy vetített prezentációt önökkel, és azt szeretném, hogyha jeleznék, hogy látják-e. Jó? Tehát egy másodperc múlva megjelenik a tanszékünk logója, és azt szeretném kérni, hogy vagy mondják meg, vagy írják meg, hogy látszik-e az a kép. Most osztottam meg. Látják-e? Igen, látjuk. Szuper, akkor most csinálok egy olyat, hogy változtatok, előrelépek, és azt is mondják meg, hogy látják, hogy előreléptem. Igen. Szuper. Na, akkor technikailag készen vagyunk. Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Szoboszlai János vagyok, a képzőművészet elmélet tanszék vezetője, és a Magyar Képzőművészeti Egyetem nyílt napjának a tanszék két szakjára vonatkozó prezentációját fogom most megtartani. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy ezt az előadást rögzítjük az egyetem archívumának a céljából. Azt kérem önöktől, hogy a mikrofonokat és a kapcsolják ki, és a prezentáció után lesz lehetőség kérdéseket feltenni. Előjáróban annyit elmondanék, hogy nagyon sok információ megtalálható az egyetemünk és a tanszékünknek a weboldalán. Fölmennek oda, hogy www.mke.hu, ezen belül az egyetemről, a szervezeti egységek, csak megtalálják a képzőművészet elmélet tanszéket. A képzőművészet elmélet tanszék oldalán minden szakunkról, illetve minden program nagyon sok információt találnak, és a felvételiről is, a felvételi követelmények is adhatók. Ezen kívül a tanszéknek van egy Facebook oldala, ami nem csak a tanszékről szól, hanem a tanszék projektjeiről és a tanszék hallgatóinak projektjeiről, illetve végzett hallgatók projektjeit megtalálni. Valamint azokat a kulturális, művészeti eseményeket, amelyeket ajánlunk. Két dologról fogok gyorsan beszélni. Az egyik egy BA, egy alapszak, a másik egy mesterszak. A alapszaknak a neve az, hogy képzőművészet elmélet alapszak. A mesterszaknak a neve, amit szeptemberben fogunk indítani, következő szeptemberben pedig az, hogy kortárs művészet elméleti és kurátori ítéletek mester. Először az első részben, tehát a képzőművészet elmélet alapszak. Ez egy alapképzés, mint ahogy a neve is tartalmazza, 3 évig tart, tehát 6 szemesztertől áll föl, 10-12 főt veszünk föl minden évben. A koncepciója ennek az alapszaknak a következő. A képzőművészet elmélet alapszak alapszintű és átfogó művészet elméleti, kurátori, valamint gyakorlati ismereteket kínál hallgatóinak. Szak a képzőművészeti élet jövendő működtetőinek komplex alapképzését tűzi ki célul. A diplomával rendelkezőknek alapszintű átfogó képük lesz a művészet történetéről, csak kortárs tendenciákról, a művészet intézményeiről, a művészeti projektekről, a kurátori tevékenység széles spektrumáról, valamint a művészettel kapcsolatos tudományágakról. Ebből is kiviláglik, hogy az alapképzésnek a fókuszában a kortárs képzőművészet áll. Minden tantárgy, minden tudományterület, amit tanítunk, a kortárs képzőművészetre vonatkozik. Hangsúlyozni szeretném ismét, hogy ez önmagában nem egy kurátori képzés, ez egy alapképzés, amiben, mint látni fogjuk, többfajta ismeretcsomag található, amely mind a kortárs képzőművészetre van. Nézzük a tantárgyakat először. Van egy elméleti blokkja ennek a képzésnek. Az elméleti blokkban a felvételt nyerő hallgatók tanulnak esztétikát, művészetelméletet, amelyet dr. Varga Tündemé, József és Müze Eszter tanít. Az esztétika művészet elmélet a képzőművészetre vonatkozó alapvető teóriákat, és kurráns, a legfontosabb kortárs művészetre vonatkozó elméleti ismereteket adja át. A másik alapvető előadás sorozatunk a kurátori ismeretek, amelyet Lázár Eszter, Mély József és jó magam tanítunk, a kurátori praxisokkal, a kurátori gyakorlatokkal, a különböző modellekkel foglalkozik. Ez konkrétan fókuszál a kurátori tevékenységre, ez az előadás. Tanulnak kultúrtörténete a hallgatóink, amelyet eddig dr. Eke László tanított, következő évben Nagy Edina fog.
Művészetszociológiát és művészetpszichológiát is tanulnak hallgatóink. Az előző dr. Veszeli Anna tanította, Perce Júlia veszi át a következő évtől. Művészetpszichológiát eddig Ragó Anett tanított, Zsófia vett át az ő. Tanulnak jogi és gazdasági alapismereteket is, amelyet dolgoztam Molnár Kármen. Művészettörténetet is tanulnak hallgatóink, ez egy alapvető fontosságú előadássorozat, amelyet a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténet tanszékével hallgat. Ez tehát az elméleti blokk. Van egy gyakorlati blokkja is a képzésnek, amelynek fontos része a kiállítás rendezési gyakorlat, amelyet Lázár Eszter, Mély József és jómagam tanítunk. Itt a kiállítások, látogatása, a különböző kiállítóterek megismerése, konkrét kiállításoknak a megismerése, aztán fiktív kiállítási projekteknek a felépítésére kerül sor, valamint valós kiállításoknak az elkészítésére, akár az egyetem terein belül, akár Budapest más helyszínén. Tudományos írásgyakorlatot hallgatnak Mi Józseftől és Őze Esztertől, illetve nem is hallgatnak, hanem műlik írásgyakorlatról van szó. A tudományos szövegalkotásnak, szakmódszertannak, kutatásmódszertannak az alapjait sajátítják. Menedzsmentet, komplex képzőművészeti projektmenedzsmentet pedig írni. A hallgatóinak kötelező képzőművészeti technikákkal is megismerkedni. Ez azt jelenti, hogy 4-5 órát eltöltenek a Képzőművészeti Egyetem festő, szobrász, grafika vagy intermédia tanszékén, ahol megtanulják azokat az alapvető technikákat, amelyeket ezek a tanszékek ismertetnek. 120 órás szakmai gyakorlaton is részt kell venni a hallgatóknak. Ez azt jelenti, hogy olyan intézményekben és olyan projektekben kell részt venni, amelyek kortárs művészeti projekteket. Ez lehet egy Ludwig Múzeumos projekt, ez lehet egy teljesen autonóm projekt, ez lehet a Fiatal Képzőművészek Stúdiója, stb. Nagyon értékes adatokat jelentő. Diplomaprojektet csoportosan kell a hallgatóknak elkészíteni a harmadik év végén. A diplomaprojektek nyilvánosan látogatható állítások, de volt már példa arra is, hogy nem kiállítást rendeztek a hallgatóink, hanem konferenciát, kerekasztalbeszélgetést, vagy online kiállítást rendeztek, vagy akár filmet, amelyet moziban mutattak. Ezeknek a diploma projekteknek a dokumentációját a weboldalunkon megtalálják, ezek rendkívül tanulmányos dokumentumok. A szakdolgozatot egyéni módon ír mindenki, a szakdolgozati követelmények weboldalunkon szintén olvashatók. Gyorsan nézzünk néhány képet, hogy ne csak beszéljek. A képzés során megismerkednek a múzeumoknak a történetével, a gyűjteményeknek a történetével, megismerik a intézményrendszer alapvető tagjait Magyarországon és a globális művészeti szénában. Az új múzeumépítészetről tanulnak, megismerik a globális művészeti világ legjelentősebb intézményeit és ezeknek a projektjeit. Így néhányat villantottam föl az európai, amerikai és hazai múzeumok világában. A fókuszban tehát a kortárs képzőművészet áll. Nagyon nagy előnye ennek a képzésnek, hogy a nálunk tanuló hallgatók, ők a Képzőművészeti Egyetem művészhallgatóival együtt nőnek fel, tanulnak, rengeteg ismerettséget tudnak kötni, illetve már közös projekteket el tudnak tenni. A képzésnek nagyon fontos része az intézményeknek a megismerése, az intézmények története, az intézmények missziója és funkciója, amelyeket analitikusan és kritikailag közelítünk meg. Foglalkozunk a közönséggel, hiszen a projektek egyfajta közönség számára készülnek, legyen az egy érett közönség. Foglalkozunk az iskolai helyzettel, az iskolában tapasztalható nem túlságosan domináns kortárs kultúrára vonatkozó képzésekkel is. Mint ez a fotó is bizonyítja, kiállításokat, tárlatokat látogatunk, a hallgatók közösen is dolgoznak, nem csak egyéni projekteket végeznek, kiállítási terveiket meg kell mutatni különböző médiumokon keresztül, nagyon sokat kell prezentálni, élőben beszélni közönség előtt kortárs művészeti projektekről, illetve saját tervekről, valamint itt látunk néhány képet arról, hogy hogyan is épül föl egy kiállítás hallgatóink szemszögéből, műteremlátogatást
kezdetét, a műterem látogatás alapján létrejön egy kiállítási koncepció, hallgatóknak el kell készíteni a kiállításnak a dizájnját, vizuális identitását, meg tervezni a tárgyak szállítását, biztosítását, magát a kiállítás installációját is ők végzik, múzeumpedagógiai programokat szerveznek hozzá, tehát a képzés során ilyen tevékenységeket is kell. Tárlatvezetésről ezekhez a kiállításokhoz kétnyelvű katalógus kérjük, hogy készítsenek a hallgatók, az utóbbi időben ez általában PDF formátumban, és nem nyomva. A diplomaprojektek különböző helyszínen láthatók, itt például egy cseppelművek területén bemutatott nagyszabású kiállítás, a rejtett víziók képeit láthatjuk, vagy a Palmeházban bemutatott kiállítást, ami a Liget Galéria 30 éves történetét mutatja be, láthatjuk, hogy ezek a kiállítások a budapesti művészeti élet jelentős eseményeivé tudnak válni. A Tihanyi Művésztelep, amiről talán már hallottak az előző prezentációkban, fontos szerepet játszik az életünkben. Az egyetemnek itt van egy művésztelep, ahol workshopokat tartunk, előadásokat tartunk, közösségi eseményekre kerül sor, tréningeket, kommunikációs tréninget, beszámolókat, amelyre a művészeti világnak a legfontosabb, legjelentősebb személyiségei. Hova lehet tovább menni ezzel a BA diplomával? A hallgatóink általában először kurátorasszisztensként, művészeti intézmények munkatársaiként, szakíróként helyezkednek el. Csak felsorolok néhány intézményt, ahol a végzett hallgatóink dolgoznak jelenleg is, a Debreceni Modemben, a Ludwig Múzeumban, a Kapu Centerben, a Budapest Galériában, az Off Biennale keretei között, vagy akár az Art Magazinnál. Elég jó arányban veszik fel hallgatóink a külföldi mesterszakokra, például Rotterdamban, Párizsban, Frankfurtban, Utrechtben, Kopenhágában tanultak már, és Genfben tanulnak mesterszakon hallgatóinkat. De többen mennek a ELTE-re, vagy a Budapesti Műszaki Egyetem különböző képzéseire is. De van, aki filozófia tudományi doktoriskolában van már, illetve a BÁV akadémiát. 120 órás szakmai gyakorlatot pedig hallgatóink a Ludwigban, az Art Magazinnál, a C3-ban, az FKS-nél, kereskedelmi galériákban, vagy az akár az Art Market. Ez volt a BA-ra vonatkozó bemutatóm. Röviden szeretném ismertetni az új szakunkat, ami már volt korábban, de szeptembertől újraindul. Ez pedig a kordás művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterszak. Tehát ez már nem a BA, amiről beszélek, hanem a BA-ra épülő MA, mesterszak. Ez tehát a következő tanévben, 22-23 most tanévben indul el ismét, a neve tehát kortárs művészetelmélet és kurátori ismeretek mesterképzési szak. Tehát két részből áll a képzés, művészetelmélet, ami a kortárs művészetre vonatkozó kurátori teóriákat mutatja be, és kurátori ismeretek, ebből is látható, hogy ez már valójában a kortárs művészeti kurátori tevékenységre vonatkozó mester. Olyan művészeti szakembereket kívánunk képezni, akik kezdeményező képességgel rendelkeznek. Értik a művészetet, értik a művészeti teóriákat, képesek menedzselni projekteket, képesek felépíteni projekteket úgy a hazai kontextusban, mint a nemzetközi kontextusban. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a weboldalunkon részletes tájékoztatást lehet olvasni a mesterszakról, a tantárgyakról és a képzési és kimeneti követelményekről, valamint a felvételről. Ezért azt elmondanám, hogy mit tanulnak a mesterszakon majd, akik felvételt nyernek. Kortárs művészeti és kurátori ismereteket tanulnak Lázár Esztertől és István Kóbeától. Kortárs művészet előzményeiről én fogok előadást tartani, a kortárs művészeti kiállításrendezési gyakorlatot István Kóbea tartja majd, szakmai írás gyakorlatot és kritikai írást Mély József, modern és kortárs művészet elméleteket Varga Tünde és Őze Eszter tanít, művészetpszichológiát szintén tanulnak, csak magasabb szinten jóval, mint a alapképzésben, szintén lesznek jogi és gazdasági ismeretek órák, illetve projektmenedzsmentet István Kóbea fog tanítani, tapasztalatai vannak.
Szakdolgozatot egyénileg készítenek az MA-sok, és diplomaprojektet szintén portosan. Ezeknek a sztenderjei, az elvárások a weboldalunkon szintén olvasható. Ne felejtjék tehát el, hogy a Képzőművészeti Egyetem weboldalán megtalálják a tanszékünket, és a tanszékünkön mind a két szakról részletes információkat találnak. Még két apróságot azért szeretnék elmondani. A Ludwig Múzeum Art Transfer díját, tehát egy komoly kurátori díjat Don Tamás kapta, ami PA, illetve MA szakunkon végzett korábban, és viszonylag friss, hogy Maj Ajna, aki a BA szakot végezte el, nyerte el a Deákerika pályázatát. Vagyunk. Ez volt tehát a képzőművészet elmélet szak két által adott két szak ismertetője. Most befejezem a megosztást, és azt kérem önöktől, hogy tegyék fel a kérdéseiket, illetve amennyiben van rá lehetőség, akkor hallgatóinkat is kérdezhetünk, amennyiben a hallgatóink közben elfutottak. Ha nem, akkor én válaszolok. Parancsoljanak! Akár a alapképzéssel, akár a mesterképzéssel kapcsolatban bármilyen amennyiben nincs kérdésük, akkor felhívom a figyelmet arra, hogy a tanszékünk weboldalán található egy e-mail cím, és akár a felvételével, akár a képzéssel kapcsolatban nyugodtan írjanak nekünk, és ezekre a kérdésekre. Köszönöm, hogy csatlakoztak, és remélem hasznos információkkal szolgáltam a képzőművészet elmélet tanszék két szakáról. Viszontlátásra!